Okay, sziasztok! Az Espresso-ról fogok most beszélni, és nem is szabadítom a szót, mert nagyon sok mindent akarok mondani, és több kevés idő van rá. Egy vállalatlan szlájddal kezdem, ami nagyon túl sok szöveg van rajta, de csak azért tettem ki, hogy a mi az Espresso kérdésre, nagyon sokféle definíció van. A legfontosabb az, hogy mi az Espresso, az nagyon-nagyon-nagyon változik. Mennyi italból készül, hány gram, stb. A második definíció az, ami most nagyjából, nem tudom, hogy valamiféle elfogadott, csak ugye lényeget emeljünk ki belőle, tehát valamilyen mennyiségű ital, valamennyi mennyiségű gram kávéból, ami tiszta vízzel, valamilyen hőmérsékletű vízzel, 9 és 10 bárhol átpasszírozunk ezt a vizet, és ezt körülbelül olyan őrlő finomsággal tesszük, hogy ez az átpasszírozás, hogy a 9-10 bárra körülbelül 20 vagy 30 másodperc alatt készül. Nyilván a rend a flow-ban már azonnal olyan italok készülnek, amikor nem fel meg ennek a definíciának, hogy csomó szerint 40-50 másodpercet készülnek az italok. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon mozgó kategória, de nagyjából ez a kávé, víz, forró víz, nyomás, 20-30-40 akárhány másodperc. És igazából azt gondoltam, hogy itt egy pár percben végigmennénk, hogy hogyan jutottunk el ezig az italig. És egy picit ilyen történelmi dolgokról fogok beszélni. Körülbelül így kezdődött az Espresso története. Ilyen típusú gépekkel, én ezeket láttam, ezeket a gépeket érve, Milánóban van a múzeum, ez a világ egyik legöregebb Espresso gépe. Körülbelül másfél bár tudott, ami nagyon-nagyon-nagyon kevés. És az ebből jövő ital körülbelül inkább a filter kávéhoz hasonlított, de tény, hogy ez gőznyomással, tehát ez egy ilyen gőzgép gyakorlatilag, azzal préselte át a vizet a kávén, de azért itt már látjuk a portafiltert, ugye ez már nagyon kezd hasonlítani, amit a modern kávézókban láthatunk, de nagyjából innen indult, és akkor Angelo Moriangu nevét kell megegyezni, aki egy ilyen feltalálószati volt, és aztán persze végül senki nem ismeri, tehát ez a klasszikus kitalálja, és aztán nem ő lesz a híres, hanem Luigi Bezzer, aki megvette tőle a szabadalmat, szerintem a tech világban ezt így 50 milliószor lehet ismerni. És persze a Bezzer az egy nagy kávés brand mára, tehát ezek a kávé nevek, ezek a Bezzer, a Pavone, ezek ma mind multinacionális vállalkozások valójában. Ugye az alapító szerint Ford autóknál lehet ugye nagyon sokszor ilyet tapasztalni, hogy ezek az alapítók itt vannak. Tehát ezek ott kezdetik gőzgép, fejlődött egy csomó technológiának, de a következő nagy áttörés, az ezek, ugye itt körülbelül látjuk, 1900-es évek elején Olaszországban járunk, és körülbelül 40 évet kell várni, 47-ben, hogy Achille Gaggia, szerintem a Gaggia egy híres espresso gyár ma egyébként, kitalálta az úgynevezett karos espresso gépet. Látszik, hogy ilyen karok voltak rajta, ez az egyik ilyen karos modell. Ez nagyon úgy kell elképzelni, ezt a kart felemelik, akkor ebben a hengerben, vagy ebben a hengerben egy ilyen dugattyú felemelkedik, a dugattyú helyére a itt lévő nagy gőzbojlerből beáramlik a forró víz, majd amikor lerántja a kart, akkor ugye ezzel manuális erővel átpasszírozza a vizet a kávé, és ez azért volt jó, mert ugye a másfél bárhoz képest azért, hogy rá nehezedik az embered a karra, akkor ugye azért sokkal nagyobb nyomást el tudta kérni, finoman vital lehet, jobb volt az extrakció, aki hallotta a korábbi adást, azt tudja, hogy ez mit jelent. és igazából itt az ebben a pláne, hogy ezek a karos gépek ilyen furcsa módon itt maradtak. A karos gépek, ma is lehet vásárolni őket, nagy kultusza van, körülbelül mondjuk a autós párhuzam, mondjuk ugye a bogármánia, azt nem hasonlít, amikor az emberek itt polírozzák egy bogarat a garázsba 1957-ből. Na a lápamódi karos gépeknek, a régi korai gadzsa karos gépeknek a kultusza, pontosan ugye ez a szubkultúra egyébként. Italt nem kisztenek jól, de legalább csoda szépek és így nagyon lehet. És akkor jött a következő nagy áttörés, és nagyjából ez a legeslegnagyobb áttörésem az Espresso-val valaha történt. Ez Ernesto Valente nevéhez fűződik, aki sajnos nem lett olyan híres, de viszont az E61 fejű, ami ez a faj, amit itt láttok, ami ezzel egyébként a mai napig vadonatúj, sok-sok-sok százezres Espresso gépeket is gyártanak. Egy csomó vendéglátóhelyen látni még egyébként ezeket az E61 fejűhez szerelt gépeket. Tehát ez annyira nagy siker lett ez a Faema cég E61-es gépe, hogy tényleg így mai napig ez történik, és ez pedig az, hogy
hogy külön szivattyú pumpálta a vizet már a fejre, és egy nagy gőzbojlerot is bevezette, az úgynevezett hőcserélőt. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a gőzbojlerben 130-140 fokon túlnyomás alatt van a víz, és a hideg csapvizet egy ilyen hőcserélő kis csövön bevezetik a gőzbojlerbe, ahol a hideg víz átveszi a gőzbojlernek a melegét, és úgy megy rá a kávéra a pumpán keresztül. Ezáltal nagyon-nagyon-nagyon, tehát gyakorlatilag a hálózati víznyomásról lehetett folyamatos forró víz utánpótláshoz juttatni a kávét, és gyakorlatilag megnőtt a nyomás, hőstabillá vált a gép, és emiatt ugye ez itt tényleg a mai espresso gépekhez így lényegében nagyon-nagyon-nagyon közeli technológia keletkezett. Egy csomó probléma van vele egyébként, így valójában, de erre most nyilván nincs idő, hogy ezt pontosan kifejtsem, hogy így használt közben nagyon-nagyon-nagyon-nagyon valódi hőingadozása. És akkor gyakorlatilag ugye 70, megérkezünk 1970-ben, ahol egy Giuseppe Fambi, remek neve van, az úrnak, kitalálja az úgynevezett dual boileres gépet, ahol már nem ezt a hőcserélős megoldást alkalmazza, hanem ugye itt látszik, hogy a gőzboiler az azért kellett, mert ugye ezzel gőzölték a tejet, és akkor kitalálta, hogy hát legyen egy boiler a gőznek, legyen egy boiler a víznek, amiben bent adjuk a vizet, bizonyos fokra felmelegítjük, és onnan használjuk. Hát mennyire jó, két boiler, tökéletes, és gyakorlatilag ezzel létrejött a modern espresso gép gyakorlatilag 1970-ben, és onnantól kezdve egy minimális innovációk történnek. Egyébként ez egy Gadja GS a 70-es évekből, és igazából ez a GS, ez a Gruppo Saturata, nem tudom olaszul, de hogy az a lényeg, hogy még azt kitalálta, hogy mi lenne, hogyha a boilerben forró víz van, az ne egy ilyen izolált dolog lenne, hanem a víz a boilerből egy tért képezne a fejjel, tehát a fej egy ilyen nyúlványa a belső boilernek, és abban is ugyanaz a hőfokú víz van, mint az egész boilerben. Ugye innentől kezdve gyakorlatilag totális hőstabilitás van, mert a víznek a kávéig így ennyit kell megtennie körülbelül, tehát semennyit nem hűl. Úgyhogy ezzel elérték, hogy hőstabil lett, külön boiler van a gőznek és a kávévíznek, és gyakorlatilag létrejött a modern espresso gép 1970-ben, és innentől kezdve ilyen, hát ilyen minimális kis alasz előrelépések történtek. Tabletről vezéreljük, Bluetooth, belerakunk egy kis ilyen PID eszközt, ami a hőmérsékletet, ugye a fűtőszálat nagyon-nagyon precízen szabályozza, hogy ugye nem folyamatosan fűt, és akkor nagyon-nagyon ellaposítja a hőtetetlenségét, de ezek igazából nagyon-nagyon-nagyon pici innovációk, ahhoz képest, mint mondjuk az E61-es fej, meg a dual boiler volt a korábbiakhoz képest. És igazából itt tartunk, hogy mondjuk így néz ki ma egy modern espresso gép, kávézért fancy super high-tech űr, lényegében 1970-ben járunk, nagyon-nagyon csodálatos köntössel, meg fanyéllel, meg nem tudom, mi csodával összegyúrva, úgyhogy hát körülbelül ez az út, amit bejárt az espresso mondjuk egy, nem tudom én, 100 év alatt körülbelül, és ez nagyon érdekes, hogy az autóiparra van ilyen párhuzam, hogy így azért olyan óriás, most a Teslát nem veszük, akkor azért olyan óriási innováció nem nagyon történt, nem tudom, az elmúlt, nem tudom, 40 évben, és így körülbelül itt is az a helyzet, hogy így hát várunk valamiféle áttörést, most nem látszik még, hogy mi lesz ez, lehet, hogy nem is kell, lehet, hogy jó minden így, ahogy van. Kérdés. Igen? Hogy az lehet, hogy az espresso mint olyan elérte a tökéletességet már a 70-es években, de hogy szerinted, vagy ugye a te szubjektív személyed szerint erre érdemes, tehát az innovációkat ebben keresett további jobban, hogy nyomjuk át 100-ban, és akkor jó lesz, vagy szóval mi a challenge, amit egy engineernek mondál, hogy na ezt volt meg, és akkor ez egy új kísérlet, vagy egy újfajta kávé. Hát igazából a challenge az, hogy gyakorlatilag minél több paraméter, azt úgy tudom mondani, hogy profilozható legyen. Tehát, én azt mondom, hogy mondok egy példát, hogy most volt egy olyan innováció, hogy a kis tűszerepet raknak a víz útjába, amit pont azzal a karral, amit látok, az a fa, azzal tudod nyitni, csukni, és ezáltal a flow rate-jét, ugye tehát a vízhozamot tudod csökkenteni, növelni, miközben főzöd a kávét a géppel, ami egy ilyen manuális dolog.
De hogy ha ezt megfordítjuk, és akkor itt jönnek be a mérnökök, amivel most nagyon-nagyon kevés jól dolgozik a kávéiparban, az lenne, hogy én egy számítógépen meg tudjam azt mondani, hogy na, itt most 2 gram per másodperc legyen, itt 3, itt 4, itt 5, utána 2, utána 1, és ezt beprogramozom előre, majd a gép egy szenzor segítségével a pumpa nyomással létrehozza, amit én mondok neki. Mert jelenleg nagyjából ott tartunk, hogy én nézem, igaz ez a hőfokra, igaz ez a nyomásra, hogy látom, hogy mekkora a nyomás, és azt szerint én változtatok. De ezt a fajta ilyen profilozást, hogy így én rajzolom, és a gép csinálja és tartja, és mindegy, nem érdekel, mit csinál, csak azt csinálja, amit én előre beírtam neki, és ez minél több paraméter, ezt egyre meg lehet csinálni nyomásra, nyomásprofil, vagy egy nyomásgörbét rajzolok, és akkor a vízhozammal játszik, ugye flow profilt, amikor a nyomással játszik, és a vízhozammal beállítva, egyébként hőmérséklet profilt is meg lehet, mondjuk meg lehet azt csinálni, hogy sok eszpresszógép csinálja, hogy a fejben túlfűt vizet, 100 fokra, és hideg vízzel keveri, mert azt gondolja, hogy így azzal sokkal stabilabban tud és precízebben visszahűteni, mint fűteni értelemszerűen. Tehát innentől kezdve kvázi hőprofilozni is lehetne. Tehát hogy ez a fajta ilyen profilozás tableten és visszamérés, analizálás, én ebben hiszek most, hogy ez a jövő kb. Tehát is ilyen reprodukálható lehet. És mindez ugye reprodukálható, meg egyébként nagyon-nagyon kevés adatunk van arra, hogy abban a kis picike portafilterben, ami mondjuk ebben 18 gram kávé van, hogy ott így Isten igazából precíz pontosan mi is történik, hogy ott meg, tehát vannak már ilyen fejnyomásmérők, ilyen átfolyásmérők, hogy ott pontosan hány fok van ott, hogy ott pontosan a kávépogácsán mennyi nyomást halad át, tehát hogy ezeket a szenzorokból adatokat nyerni, és ezekből az adatokból ízekre visszakövetkeztetni, tehát hogy szerintem ez kevés. Ebben nagyon-nagyon kevés próbálkozás van, kb. Jelenleg egyetlen eszpresszógép kapható most, ami ezt így megközelítően tudja, és az se kávézóban való, hanem ilyen labor kísérletező kikeknek. Egy mérnök visszatett egyébként. Akkor az lenne a feladat, hogy a kávéba kéne szenzorokat keverni, hogy minél közelebb lássa. Nem, tehát hogy ott kéne lenni a szenzornak, hogy pontosan lássa, hogy mi történik. Az egyik kérdés, a másik meg, hogy vannak egyáltalán open source, programozható kávégépek, vagy egyáltalán programozható kávégépek, ahol van egy csomó adat, vagy még ilyen sincs. Most egyébként egy van egyébként, ezt így behozhattam volna egy ilyen képnek. Nem vagyok benne biztos, hogy open source maga a gép, de hogy igazából meg lehet ezt szenzorokkal oldani, hogy csak az a lényeg, hogy a szenzor mondjuk ne a boilerbe legyen, tehát nem kell belelógatni azért fizikailag a kávéba. Tehát az, ha a kávé fölött 1 centivel mérjük az illatot, az nagyon-nagyon ugyanazt látjuk, ami történik, csak ne egész máshol mérjük, az így fontos. Tehát ilyen a kávéfőzőgépek Linux-a az nem született még meg, de valami hasonló az így úton van, és mondom, ez a, engem, akit az érdekel, egy Decent Espresso neve, Decent úgy van írva, és egy amerikai mérnök összeállt egy kávés guruval, és akkor ők ketten ilyen, nem tudom, néhány év alatt összehozták ezt a terméket, most már egyébként nem lehet, is csak nyilván. Ja. Most ha otthonra vennék gépet, akkor olyat vennék, de most nem aktuális. Igen? Az, hogy az a filter, amiben a kávé, a barát kávé van, annak a geometriája az úgy tűnik, hogy változatlan 50%-ra, nem? Ezeken a gépeken mindegyik nagyjából hasonló méretű. Tehát magára a portafilterre gondolom. Igen, tehát a portafilter az a funkciója, hogy minél egyenletesebben nyomjuk át rajta a vizet, és az összes kávét minél inkább ugyanannyi és ugyanolyan nyomású egyenletes vízére, tehát nyilván szögletes ugye nem lehetne, azt elég nehéz lenne ott a sarkokban, nem ugyanannyi vízű, stb. A kerekforma az így totál adja magát, de egyébként maga az, ami ezekben egy ilyen úgynevezett ilyen szűrő kosár van, amiben magát a kávét őrüljük, amik az alján lyukak vannak, és ott azért volt innováció, tehát a modern szűrő kosarak ilyen olyan precizitással lézeres, nem tudom mivel készülnek, és a lyukak közötti távolság 1000 mm-re megegyezik, mert mondjuk el lehet képzelni, hogy mondjuk a szűrőkosár alulról egyik felén kicsit sűrűbbek a lyukak, akkor ugye arra vándorol a víz, és nem egyenletes, ugye akkor értem szerint az a könnyebb ellenállás, és akkor egyenletlen extrakció van. Tehát azért vannak ilyen innovációk, de egyébként tökéletesen az a meglátás tökéletes, hogy így az alapkoncepció, hogy így egy ilyen portafiltert belerakunk kávét, és átpasszírozunk a vizet, az így semmit sem változik. Igen. Igen.
És mondjuk olyasmi, hogy lapos, sokkal laposabbra csinálni, vagy ellenkezőleg sokkal hengeresebb, sokkal magasabbra? A szűrő kosárnak a mérete, hogy mennyi kávét tud befogadni, az többféle van. És azt így van, aki 16 grammost használ, aki 18, aki 22, általában azért old school olasz vonal az így a nagy szűrőkosár fele megy, az új hullámos vonal egy kicsit így a kisebb szűrőkosár fele. Egy, hát mondjuk úgy ilyen ongoing debate van így a kávés társadalomban, hogy a szűrőkosár mekkora az átmérője. Mert van 54 mm-es szűrőkosár átmérő, ami egyetlen olasz cég a Dallaporte hisz benne, egyébként ezek a kávégépek vannak nekünk lent. És van az 58 mm-es, ott a világ összes többi kávégép gyártója használ. És akkor egyébként körülbelül úgy kell elképzelni ennek a, nem tudom én, hogy a vitát, hogy ez mit számít, hogy értelemszerűen a 9 bar nyomás az, hogy milyen, hogy 54 mm átmérői felületen 9 bar, vagy 58 mm-en 9 bar, ugye 58 mm az egy nagyobb erő gyakorlatilag, ugye nagyobb a felszínre 9 bar nyomás helyezkedik, és a Dallaporte azt mondja, hogy azáltal, hogy ő szűkítette, azáltal kicsit csökkent az erő hatás, amivel passzírozzuk a vizet rá, attól, hogy kisebb lett a kávé felszíne, ezáltal csökken a csatornásodás, bla bla bla. De hogy így ez egy ilyen hitvallásbeli kérdés, jobb kormány, bal kormány, Canon, Nikon, azért nem tudom, stb. Mindenki. Space, iOS, Android, mit tudom én, stb. Jó. Köszönöm szépen!